Balatoni csillagösvény almádi állomásnál. Én Bálint Sándor alpolgármester vagyok, és azért nem a polgármester úr van itt, mert ugyanúgy, mint tavaly, éppen Erdélyben van a Dusványosi Szabad Egyetemen. Tényleg nagy öröm nekünk, hogy újra itt vannak közöttünk, és én olvastam a induláskori híreket, és láttam benne, hogy boldog emlékű Márton Áron nemzetről és kultúráról szóló gondolataival érkeztek ide hozzá. Ide Balaton-Almádiba, amely város, noha messze van Erdélytől, mégis híven őrzi a szent életű püspöknek az emlékét. Hiszen tavaly éppen Szent István király napján avattuk fel az ő melszobrát a tóparton levő Szent Erzsébet negyedben. Azt hiszem ez a kettőnket összekötő kapocs is arra sarkal lenni, hogy azt kívánjam, hogy érezzék jól magukat itt Almádiban, és vigyenek minél több szép emléket haza Erdély országba. Isten hozzájön! Köszönöm, hogy a az én drága szép hazám, istingatott a bölcsőbe, jó anyám. Erdők, mezők, éjségetek, harcsogjárok, légetek, jó honfiak, jó leányok legyetek. Köszönöm szépen. Már negyedszer szeretettel köszöntelek körünkben, örvendve, hogy
újra el tudtátok fogadni meghívásunkat a marosszéki gyermekkórussal együtt. Most helyszínt váltottunk, de valószínűleg ez a helyszín közelebb áll a szívetekhez, hiszen szinte mindenki tudja, nem azért, mert jó idő van azért is, hanem ezt Hajdanában, ezt a kis kápolnát ferences szerzetesek kezdték el építeni a 40-es években, de sajnos közben jött a háború, aztán az 50-es évek, és a többit nem kell folytatni, abba maradt, az egyházközség tulajdonába került, és azóta itt vasárnaponta ünnepeljük a Szentmisét. Kérünk szépen, hogy ahogyan eddig is, az előző években is, taníts bennünket szívből jövő bölcs szavaiddal, amelyek a lélekből fakadnak, és ugyanakkor pedig a gyermekeket kérjük, hogy hasonlóan, mint most az első énekben, a kezdő énekben felhangzott, ezzel a tisztasággal, a benső szépséggel énekeljetek a Szent Misén, és utána pedig majd még néhány dal a mise áldása után. Külön szeretettel köszönteném Antal atyát, aki az idén ünnepli papá szentelésének 75. jubileumát, és aki elkísérte erre az útjára a Saga testvért. Őt Márton Áron püspök úr szentelte fel, mondhatjuk boldog emlékű, hiszen az ő boldoggá szentélgatása tudomásom szerint folyamatban van, és nyilvánvalóan majd a Jóisten úgy segíti az útját ennek a történetnek, hogy célba ér. Ő tulajdonképpen az Erdély számára a magyar mint szenti, mondhatjuk talán így is. Isten hozott a tőle. Szeretettel köszöntök mindenkit Almádi város nevében, itt a Kártalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében. Örülünk annak, hogy a Csillag ösvényen ide talált a Magyar Örökség díjjal kitüntetett szolátai Kodály Zoltán gyerekkórus, elhozták Boldogasszony iskola nővérek képviselő, szabatestportos kísérői. Ez a kis kápolna kert nekünk Kártalanfürediek egyik legkedveltebb helyünk, mert azon kívül, hogy a kertnek a szépségét is megcsodálhatjuk, itt kapunk lelki útravalót is részben a vasárnap reggeli szentmiséken, részben pedig augusztus, minden év augusztusának egyik szombatján, az ünnepségen, aminek a mottoja, hogy nyáresti gondolatok és dalalok a kártali fák alatt. Most az idén nagy örömünkre kettő ilyen esemény kerül elénk, egyik a mai, amiben örülünk is, és egyben örülünk annak is, hogy hozzájárulhatunk a szolátai miasszonyunk elkészült háznak a belső berendezése és a környezetének a felújításához, rendbetételéhez. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek ide hozzánk, és újra immár júliusban is hallgathatjuk a nyáresti igazából az örömről szerettem volna beszélni, a keresztény örömről. Ez arra születtünk, ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy azt szeretném, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, és örömötök teljes legyen. A keresztény ember nem fakír. Nem azért születtünk, hogy mondjam, fogcsikorgatva, sírva érjük le az életünket. Egy édesanya, édesapa, aki gyermekét megajándékozza, hát azt szeretné, hogy az a gyermek örvendjen a szülői ajándéknak. A Jóisten nekünk adta ezt a szép világot, ezt a szép Balaton. Máma ültem ott a tó partján, megkínáltak egy barackszal, beleharapta, olyan csodaszép vörös volt a héja, benne aranysárga, és ragyogott a kék víz, úgy elgondoltam, milyen csodálatos, nem? Lehetne ez a világ fehér és fekete. Úgy is világ lenne, régen a televízió olyan volt, úgy is megértettük a híreket. És úgy elgondolkoztam Istennek az irántuk való túlcsorduló szeretetét. A jó atya, aki megajándékozza az ő gyermekeit. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára a mi Urunk Jézus Krisztus öröme fel van kínálva. Merjünk
hogy mondjam, tanulni Jézus Krisztusról. Annyira csodálom, hogy 2000 évvel ezelőtt adventi várakozásban az emberek könyörögnek, már valami válasz onnan fentről, hogyan tovább, nem tudom, és akkor megszületik karácsonykor a kis Jézus. És mondom, hát egy kicsit az angyalok azért kiábrándulhattak belőle, 3 kiló 20 deka, nem is teljesen szobatiszta, Istennek elég, hogy mondjam, na, kezdetlegesnek tűnhetik, nem? És akkor, mikor 5-6 éves, ahelyett, hogy prédikálna, meg csodát tenne, meg kiosztaná a királyokat, hogy kell viselkedni, meg rabszolgakereskedőket, elmegy bujocskázni, nem? Én annyira tudom ezt csodálni, hogy a mi Istenünk, hát szalad a názáreti Poros utcán, gyerekek után, és ipi apacs kis Jézus ki vagy ütve, na a csoda enni meg, következőben én kaplak el, nem? Hihetetlen! Ez az isteni vidámság, jókedv, fajkos, derű, öröm. Igen, van gond, van baj. De vajon könnyebb azt megoldani, hogyha bekeményedünk, és lekomorodunk, és úgy lefagyunk, és rosszkedvűek vagyunk. Karácsonykor jön az egyik kislányunk, és azt mondja, Csaba testvér, hogy van az, hogy anyukám engem fel se hívott? Most mit mondjak én erre a gyereknek? Hát mondom, te milyen borzos vagy. Szóval nem is vagyok borzos. Mondom, te hogy nem, jól összeborzoltam. Elkezdett vigyorogni egyet, csavartam az órán, felkaptam, feldobtam, vagy háromszor, négyszer, kifogtam. Nagyot kacagott, nem tudom megoldani a problémáját, testvére. Mit mondjak, anyád, egy hitvány, rosszféle asszony? Nem mondhatok én ilyen. De kacagunk egyet, jókedvűek vagyunk. Nem kell mindig minden problémát megoldani. Hogy mondjam, a hegyről leszaladó pataknak van annyi esze, minden kőnek nem megy neki, szépen köztük lavírozik és eljut a tengerbe. És azt hiszem, hogy az életben nem kell állandóan valahonnan nagyítóval nézni a televízió, az hoz amúgy, akinek szüksége van a problémát, megnézed, és akkor vered földhöz magamot, hogy milyen nehéz az élet. Nem? Vajon Isten ezt akarja? Én azt gondolom, a názáreti Poros utcán focizó Jézus Krisztus arról szól, hogy igen, mindig lesznek körülöttetek nehézségek. De merd a saját életedet élni. Merd szeretni a feleségedet. Bújod az te férjedhez. Fogd meg a kezét a gyermekednek, menj el egyet fürödni a Balatonba. Legyetek boldogok. A gonosz lélek, hiszem, hogy a legelső sorban nem a lelkünket, hanem a jókedvünket, a derünket, a belső békénket, az örömünket akarja kilopni. Mert utána logikus, hogy egyéb is úgy szépen elszivárog az ember testéből. Állandóan, hogy mondjam, félelemmel töltsük el magunkat és egymást. Olyan sokszor elmondtam, hogy félrevelt harangok zaja mellett nem lehet családot alapítani, gyermeket vállalni, vállalkozásba kezdeni. Félrevelt harangok zaja mellett csak marékra szorul a gyomrunk, félelemmel, szorongással tölt el szívünket. Bízzunk az Istenbe! Akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Nem csak egy szóval, és megjött az életem.
majd nagy döntést, én erre szeretném áldásomat is adni. Adja Isten, hogy minden egyes nap 365 nap jó kedvet. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent misáldozatot bemutattuk, kis koncertet hallgassátok. Egy rendben jelentek, mert az hajdasom, hogy mit kívánsz. Nem kívánok egy embert, csak egy darab kenyeret. Szeresz, szeresz!